Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Fehérvár Televízió városismereti műsorát, a Városrészek titkai című műsort látják. A műsorban most is lesznek szakértők és lesznek vendégek, mert hogy a Palotavárosba látogatunk. Engedjék meg, hogy elsőként bemutassam Csutin és Lér Erzsébetet, okleveles építészmérnököt, műemlékvédelmi szakmérnököt, Székesfehérvári Városszépítő és Védő Egyesület alelnökét. Ezt muszáj volt olvasni, hiszen annyi szenzációs titulus. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. És sok szeretettel köszöntöm azt a fiatalembert, akit valójában Erzsikének köszönhetek, és azért nagyon hálás vagyok, hiszen ő hívta fel a figyelmemet Váci Márk szaktudására és nagyon komoly munkájára, amelyben felderítette Székesfehérvár történetét, a városrészeket külön-külön. Neked szintén köszönöm, hogy ma is itt vagy. Én is köszönöm szépen, meg az ajánlást is, így a nyilvánosság füle hallatára, szeme láttára, és köszöntöm a nézőket. Milyen nagy dolgok tudnak elindulni egy apró ajánlásból. Na de Palotaváros lesz a téma. Hagyj kérdezzem meg elsőként, hogy miért pont Erzsikét hívtad meg a Palotaváros bemutatására? Egyrészt van egy emblematikus épülete a Palotavárosnak, bár Erzsike anyagaiban ez a felsővároshoz sorolódik, még a Garzonház, amit Pordán Ferenc tervezett, és ő, mint Pordán Ferenc kortársa, egykori kollégája és az építészetének jeles kutatója, mindenképpen úgy gondoltam, hogy ezt az épületet ő kell, hogy bemutassa. Ez az egyik, a másik pedig a Rácz utca és környékével kapcsolatos igenis kiemelendő tevékenysége, amire egyébként nagyon büszkék lehetünk. Szerintem az ő munkássága és Fehérvár története építészete kapcsán egyaránt. Úgyhogy ezért gondoltam rá. Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik városrész kapcsán kerüljön be a műsorba. Mindenképpen szerettem volna, hogyha vendégként eljön, és örülök, hogy vállalt a felkérést. Így van, mindannyian örülünk neki. Az első, hogy szoktunk kezdeni egy-egy városrészsel, hogy behatároljuk, hogy tulajdonképpen a Palotavárosnak hol láthatók a határai, melyik a városrészről beszélünk. Az előző két adásban ugye a Felsővárost taglaltuk. A Felsőváros szomszédságában helyezkedik el, mondhatni a Palotai útnak a túloldalán kezdődik a Palotaváros. Ugye ezek a határok azért nem annyira fixek és nem annyira szigorúak nyilván. Van egy nagyon fontos terület, ami mindenképpen ide tartozik, ez az úgynevezett plázatömb, ahogy Erzsike szokta emlegetni különböző építészeti írásaiban, összefoglaló munkákban, illetve a piactér környéke, a Balatoni út mente egészen a Vörösmarty tér, illetve mondjuk, hogy a Széchenyi utca találkozásáig, tehát nagyjából eddig beszélhetünk a Palotavárosról, és hát egy ilyen nagyon klasszikus határjelöl az a palotavárosi tavaknak a környéke tulajdonképpen, ami nem csak hogy a város résznek, de mondhatni azt is, hogy a városnak az egyik széle. Ebből is kiderült, kedves nézőink, hogy a Palotaváros bizony nem csak a palotavárosi lakótelepből áll, sőt, mi több, majd kiderül hamarosan az is, hogy a lakótelep helyén milyen történeti értékeket fedeztek fel, és talán vannak még ott most is. Ebben meglepetés is lesz, mert majd hallunk arról, hogy van olyan domb, ami alatt bizony nagyon-nagyon értékes régészeti leletek találhatók. Nos, tehát akkor menjünk is bele, kezdjük a történettel, Palotaváros történetével. Nyugodtan lehet egymással akár veszekedni is. Majd kiegészítjük egymást. Nem harcművészetre készültem. Akkor mondhatom én ezt? Kezd. Tehát tulajdonképpen nem hagyható ki áldott emlékű Siklósi Gyula neve. Abban a kutatásban, amit ő egész Fehérvár területén, de ezen belül a Palotavárosban is folytatott. Na most valószínű, hogy a mai Palotavárosnak a sok-sok ezer-tízezer lakója esetleg fogalma sincs arról, hogy milyen területen él. Ugyanis a visszamenve az ezer évvel ezelőtti időszakra a Castrum, a királyi vár környéke az volt a belváros. De a belvárosnak voltak külvárosai, ahol az egyszerű nép, a pórnép lakott, és a nyugati külváros az volt tulajdonképpen az úgynevezett sziget. Tehát ami mondhatom azt, hogy ahogy te is mondtad, hogy a Palotavárostól, illetve a Palotai úttól, Piasztértől nyugatra van. Tehát ez volt a sziget városrész, és nagyon régi korabeli krónikai megnevezései is vannak, és a külvároson kívül
itt még rég kicsi falvak is voltak, és az egyik ilyen, tehát a sziget, az tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy a Halász utcától északra. Tehát a mostani McDonald's piac sávtól északra lévő terület, ez volt az úgynevezett sziget külváros. Ami a Liszt Ferenc utca és a Vörösmarty tér közötti szakaszon van délebre, az meg volt az Ingovány falu annak idején. Az Ingovány falu mögött egy ilyen félszigeten, mert ez mocsaras terület volt, egy ilyen félsziget szárazulaton volt a 12. században épült Johannita kolostor, és az a mostani Lenin egynek, lánykori nevén Lenin egynek nevezett panelgyűrűnek a központjában, a parkban van, ez az a domb, amit említettél, és ettől délebre, ahol az egykori Vágóhíd volt, és most a Jancsár körforgalom van, az volt a Szent Király földje. Tehát régi térképeken van még ilyen megnevezés is. Aztán később az a bizonyos sziget, az átalakult palotai város részé, palota városá, és általában ezek miért kapta ezt a nevet? Valaki tőlem kérdezte, hogy miért palotaváros, mikor a palota a belvárosban volt. Nem, ez nem az a palota, ez egy kicsit arrébb lévő palota, nevezetesen a várpalota. Tehát ezek a városrészek meg falvak általában kivezető utak mentén jöttek létre. Ugyanúgy, ahogy a felsőváros, budai külváros, az inkább a Győr, Zámoly, Lovasberény bevezető utakon jött létre, ez pedig a Veszprém várpalota út mentén. És innét kapta a nevét, hogy palotaváros. Aztán azon belül későbbi elnevezések szerint még a Wüstlinger térképen is a Rácváros, hát annak megint külön története van. Míg oda eljutunk. Egy picit akkor beszéljünk arról a dombról, ha már annyit emlegettük, hogy tulajdonképpen mi van alatta? Tehát a kolostornak a romjai, vagy ez egyébként? A 12. században, a keresztes háborúk idején fontos útvonal volt tulajdonképpen a nyugati világtól Jeruzsálem felé, ez útba esett. És itt a keresztes lovagok hoztak létre egy konventet, templomot, kolostort és ispotályt, kórházat. És ez egészen a török időkig, ez egy nagyon komoly építészeti együttes volt, és egész a török időkig működött. Na most akkor ezt lerombolták, és amikor a palotavárosban meglévő hatalmas épület együttest, tehát a mai panelházakat építették, előtte az egyetlen egy régészeti kutatás, amit megtettek ezen a hatalmas területen, azt majd erre még visszatérek, az tulajdonképpen a Johannita kolostor körül volt, és 1986-ban Siklósi Gyula végzett itt kutatást, talált sok mindent, az egyik legfontosabb tárgy, az úgynevezett Dreyhauseni serleg, az egy ilyen érdekes alakú ivóedény volt, és ezt utána visszatemették. Miért? Tehát miért kellett visszatemetni? Azért miért kellett visszatemetni, hogy megmaradjon. Tehát a megőrzés. Mert arra se lendület, se akarat, se pénz gondolom nem volt, hogy ott egy újabb romkertet hozzanak létre, mert az megérdemelné. A védelemnek egy fajtája, hogy visszatemetik. És szerintem ez egy bölcs döntés volt akkor, és a jövő régészeinek, meg a jövő lokálpatriotáinak és döntéshozóinakra vár a feladat, hogy ebből majd esetleg azon kívül, hogy van ott egy kellemes fás liget, azon kívül egy ilyen érdekes kulturális és turisztikai érdekesség is készüljön majd. Én már nem érem meg szerintem. A mai műsorra is készültünk képekkel is, illetve Márk hozott magával régi fotókat is, úgyhogy azt hiszem, hogy érdemes lesz úgy folytatnunk a beszélgetést, hogy kollégák meg tudják mutatni ezeket a képeket a nézőknek. Az első kép a palotai kaput idézi fel. Erről mit tudunk elmondani? Hát az elnevezésekre visszatérve, hogy tulajdonképpen hogy is alakult ki ez a palotaváros elnevezés. Ugye valóban palotai külvárosnak nevezték ugye korábban, mint ahogy ugye a felsővárosnak is egy része volt a budai külváros, mint olyan. Tehát a palota felé menő országút mentén helyezkedett el.
És ugye a palotai kapun lehetett elhagyni a kasztrumot, az egykori középkori királyi várat. Ennek a palotai kapunak a nyomvonala, ennek az erődítésnek a nyomvonala látszik ugye a Liszt Ferenc utcának a kövezetébe vetítve, tehát ezt érdemes megnézni, illetve ugye a falakból egy ilyen, hát mondjuk bokányi, maximum térdig érő magasságban ugye valamennyit azért visszaépítettek a városépítők, hogy lehessen látni, hogy hogy is nézhetett ez ki. Ennek van ugye egy kis egyszerű emléktáblája a Liszt Ferenc utcának az egyik sarki épületén, ezt meg lehet tekinteni. Korabeli metszeteken is látszik, azért nem akartam most itt metszeteket hozni, mert rendkívül zsúfolt volt a középkori belváros ebben a tekintetben. Közben nézők már látják a képet, és bevallom őszintén, amikor készültünk a műsorra, én azért örültem, hogy erre felhívod a figyelmed, mert nem lehet megmondani, hányszor mentem el előtte, és sajnos nem vettem észre, hogy ott van egy ilyen nagyon fontos emlék. Igen. És mondjuk ez a műsor célja is, hogy fölhívja a figyelmet olyan dolgokra, amik mellett elmegyünk nap, mint nap, de nem tudunk róla. Tehát ez a palotai kapu emléktáblája. Így van, így van. És aztán egy archív fotót is hoztam, pontosan emiatt, mert nagyjából ebből a magasságból, ebből a vonalból készült Tóth Károlynak egy fotója. Bár Molnár Tibor fotóalbumából származik, de ugye a muzeológusok kutatási alapján az valószínűleg egy Tóth Károly felvétel egyébként. A 30-as években, talán 1935 körül készült meglehetősen sok felvétel a belvárosról, illetve külvárosi részekről, és ugye ez a nagyjából a palotai kaputól mutatja a külvárosi részeket. Az egykori halteret, illetve boldogasszony teret, ami ugye nagyjából a mai piac tér, illetve a palotai kapu tér környéke, talán ezt az elnevezést kevesen hallották eddig, az a terület, amiről eddig beszéltünk magának a védműrendszernek a kapcsán, meg ugye az úgynevezett plázatömb előtti terület igazából ez a tér, és ezen a fotón azért jól látható, hogy hol állt akkoriban például a Mária szobor, amit ugye aztán időközben áthelyeztek a palotai útnak a bővítése és a különböző átépítések, bontások miatt, illetve hogy itt komplett üzletsorok helyezkedtek el egyébként például a piactéri buszpályaudvarnak a helyén is. Székesfehérvár egyik különlegessége és látványossága a Rácz utca, a Rácz templommal, ami szerencsére annyira jó állapotban van, hogy most is fogadja az ortodox egyház híveit. Ez lesz a következő téma, amiről beszélni tudunk. Itt is egy kicsi történelem, tehát egyáltalán Rácok hogy kerültek ide? Ez nagyon fontos mindig megemlíteni. Sándorovics László elnök úr mindig fel is hívja erre a figyelmet, hogy ez a Rácok elnevezés, ez egy téves elnevezés alapvetően. Hiszen ma Rácoknak, hogyha helyesen akarjuk használni a kifejezést, akkor például az Ercsiben élő délszláv katolikusoknak a leszármazottait nevezzük, illetve azokat a délszláv katolikusokat, akik ezen a néven említik egyébként saját magukat. Ha Fehérváron beszélünk Rácokról, akkor szerbeket értünk alattuk általában, illetve bosnyákokat, különböző délszláv népeket. A 18. században alakult ki Fehérváron egyöntetűen ez a szerb elnevezés, hiszen a török, úgynevezett török seregekkel, az oszmánokkal együtt érkeztek különböző gyalogos katonák, akiket a korban többek között vadrácok néven is emlegettek. Ugye különböző rabló hadjáratokban vettek részt, martalócoknak is hívták őket, és talán ebből a vadrác elnevezésből maradt meg kicsit szelidebb formájában ez a Rácz titulus. Ugye Rácvárosként pedig azért emlegetik a mai Rácz utcának a környékét, illetve a templomnak a környékét, ami ugye Keresztelő Szent János szerb ortodox templom. Tehát általában most már azért szerb templomként szoktuk emlegetni, de még megvan ez a népi elnevezése természetesen, hogy Rácz templom. Mert itt a szerbek telepedtek le alapvetően, többnyire kereskedelemmel foglalkoztak, illetve kisiparos mesterségeket is folytattak. Aztán később megjelentek különböző német családok is nyilván a betelepítések révén, hiszen ez a környék alapvetően kiürült, amikor a törökök ide megérkeztek, különböző harcok és egyéb elfoglaló hadjáratok folytán, és betelepült ez az új népréteg, és az új etnikumok megjelentek ezen a környéken. Itt építették fel a kis nádfedeles, földszintes hosszú házaikat, amelyekben aztán a különböző mesterségeket folytatták.
A nézők láttak közben egy plakettet is, ami az Európa Nosztaldíj plakettje, illetve emléktáblája. Erről mit lehet tudni? Hú, ez egy hosszú történet, nem is tudom, hol kezdjem, valahol Ádám Évánnal kéne elkezdeni. Egy cseppet visszatérve a Rácra, hogyha szabad. Tiszteletbe tartva a helybeli szerbeknek a teljesen jogosnak tartott kérését, a legkorábbi térképeken is Rácenstadtnak nevezték, meg a Rác kereskedőket Ráckalmároknak nevezték, tehát valószínűleg ez egy nagyon régi, esedendő ilyen bűnöcske, hogy ezt így nevezték. Visszatérek a kérdésedre. Tehát én arról beszéltem az előbb, hogy ez egy majdnem olyan régi ez a külvárosnak a története, mint a belváros, mint a királyvár. A második világháború után, amikor hát a háború ugye nagyon sok sérülést okozott a városban, akkor a lakosszám rendkívül megnövekedett, egyrészt az itt megtelepedett háborús ipar vonzotta a környékbeli lakókat, másrészt a sérüléseket is valahol pótolni kellett, és akkor ilyen nagyszabású terveket hoztak létre, hogy házgyári épületeket, lakóépületeket fognak építeni a város különböző helyein. És először kezdték a Balatoni út mentén, az volt a legelső ilyen építés, aztán utána a Vízivárosban, tervezték a Felsővárosba, de ott nem valósult meg, és igazából a Fehérvár körül szerveződött ilyen tízszintes panelgyűrűnek a záró motivum, amikor ez a gyűrű bezárult, az a Palota városnak a megépítése volt. Korábbi nevén ugye Lenin lakótelepnek nevezték az egészet. Tehát még az 1967-es rendezési tervben is szerepelt, hogy itt tömeges lakásépítésre kerül sor. Na most én a Fejér megyei tervező irodában töltöttem a munkás életem első 17 évét, ami a Piacéri nek a belváros felüli oldalán van, és a harmadik emeleti ablakából nézhettem végig, hogy másfél év alatt eldozerulták ott azt a nagymúltú települést, úgyhogy szinte írmagja sem maradt. Azért mondom, hogy szinte, mert a műemlékesek, a Váti csinálta a rendezési tervet, és a műemlékesek úgy döntöttek, hogy van azon a területen egy barokk műemlék. Ez a barokk Rácz templom. És hát az mégis ilyen furcsa lenne, hogy ez panelekkel lenne körülvéve. Igen, panelekkel van körülvéve, de van egy átmenet. Tehát akkor született egy döntés, aminek most örülhetünk, hogy annak az utcának, tehát Rácz utcának, mert most még úgy hívjuk, a Rácz utcának a 130 méteres szakaszán meghagyják azt a régi fésős fogas beépítést, ami akkor volt. És akkor én kaptam egy feladatot, hogy mérjem föl ezeket a házakat, tehát ez körülbelül 81-84-ig történt, hogy a Nelly kolléganőmmel fölmértük az akkori ottani épületeket, és meg kell, hogy mondjam, hogy ott boldog emberrel nem találkoztam, de ennek is megvolt az oka, hiszen 20 évvel ezelőtt ők már tudták, hogy nekik onnét ki kell költözni. Tehát 20 éven keresztül nem csinálták azokat a jól beidegzett műveleteket, amitől egy ház gondozott. Tehát ezek a mesterségesen lerontották ezzel a döntéssel az ott lévő házakat, és akkor egyszerű volt kimondani, jaj, hát ezek nagyon romos házakat, ezeket el kell takarítani. Tehát ez nem véletlen, hogy ez így történt. És ugyanígy hát a régi falusi ember évente, két évente kibeszeli a házát, ha félrecsúszik a nád, megigazítja. Tehát ezek 20 éven keresztül nem történtek tudatosan, mert készültek már el onnét. És hát tényleg leromlott állapotú házak voltak.
Na most időközben volt már olyan épület az ottani utcasorba, ami már korábban átalakult. Volt egy kockaház, akkor volt, ami már kicsit nem oromfalal az utca felé, hanem befordult. Ez volt, ahol most a Szerbegyház község van, a 17-es számú ház, egykori kis tormási ház, és ott pár az utca felé van a több ablak. És utána jött a következő lépés, hogy mi történjék ezzel a házsorral, és akkor volt egy nagyon szerencsés akció, ami tulajdonképpen három ember nevéhez fűződik. Az egyik dr. Román András, aki az akkori műemlékfelügyelőségnek volt tulajdonképpen a külügyminisztere, a másik dr. Balla Károly, aki az Ikarusznak volt az akkori igazgatója, és most is a Városépület Egyesület tiszteletbeli elnöke, és a harmadik pedig Heiter Júlia, akit nagyon tisztelek ezért, szoktunk találkozni néha a buszon, még most is, a megyei tanácsnak volt az elnök helyettes asszonya. Őt hárman összefogtak, és idézőjelben mondom, karonfogva végigjárták a helybeli cégeket, vállalatokat, és megalakították ők az egy műemlék, egy üzem akciót, és mindegyik háznak szereztek egy gazdát. Volt, amelyiket az Arév kapta, ő újította föl, átadta kézműves célra. Az Ikarusz vállalta a 11-es számú házat, azt a házat, ahol a felmérés idején még az egyetlen, én most Rásznak mondom, Rász asszonya, Csikós Danica élt, rendkívül savanyú bora volt, de udvariaságból mindig elfogadtuk. És így tulajdonképpen mindegyik háznak szerezte gazdát, a Városgondnokságnak, a Kincsesbányai Bauxit bányának, a 18-as számú ház, az például a kisiparosok fejvegyei szervezete vállalta, adakoztak is munkával, és abból egy kisiparos múzeum lett. És tulajdonképpen mindegyik szépen úgy elkezdődött, és aki legutoljára lépett be ebbe az akcióba, az lett leghamarabb kész, és az volt a tejipari vállalat Barta István igazgató úrral az élen, és a 19-es számú ház, ami pont szemben van a templommal, ami az egykori szerbeknek volt az iskolája, az az egyetlen épület, aminek gyönyörű, szép, csesüveg boltozatú pincéje van. Vannak benne igen furcsa nagy kövek, szerintem azt megfordítanánk, ami most egyelőre nem fog megtörténni, szembe találnánk magunkat a bazilikával. Ez csak az én feltételezésem. Nem biztos, hogy igazam van, de szerintem igen. És a Barta István igazából egy tejipari múzeumot hozott ott létre. És a tejiparnak azokat az üvegeit, azokat a szerszámokat, azokat a különböző berendezéseket, abból egy gyönyörű kiállítást csinált, és hátul egy hátsó részben egy fészert építettünk, ahol azokat a nagy berendezéseket lehetett bemutatni, és igazából amilyen örömet okozott nekem ez a ház, hogy ez az, ami a legjobban meg a legszebben elkészült, a legnagyobb szomorúságot is ez okozza, mert amikor a tejipari vállalat később Parmalatte átvedett lett, és akkor hát csődbe jutott, akkor áruba bocsájtották ezt az épületet. A város valamiért úgy érezte, hogy nem neki kéne ezt megvásárolni, vagy hozzájutni, és megvette egy civil ember, aki lakóházat csinált belőle, a fészert beépítette újabb lakásnak, és a vállalat annak idején felajánlotta a berendezést szintén a városnak, de valami oknál fogva arra se tartott igényt, úgyhogy pillanatnyilag Moson-Magyaróváron látható ez a gyűjtemény. Visszatérünk még ezekre az épületekre, hiszen vannak képeink is ezzel kapcsolatban, tehát ugye maradjunk a szerb eredetnél, és ilyenkor nyilván, ha egy településnek templomja van, akkor biztos, hogy van temetője is. A temetőről beszéljünk pár szót. Hát az a temető, amit ma Rácz temetőként vagy szerb temetőként ismerünk, eredetileg nem itt működött, hiszen ugye amikor a templomot felépítették, akkor még lehetett kifejezetten a templom köré temetkezni. Éppen ezért magában a templom térben és a templomnak a kertjében néhány korabeli sírkő, illetve néhány sírkereszt ugye még megtekinthető,
Aztán, amikor már a Mária Terézia féle rendelkezések, főleg közegészségügyi és egyéb okokból megtiltották a templomok körüli és egyáltalán a városterületen belüli temetkezést, akkor ugye hát ezt a városnak egy külső területén kellett elhelyezni, ezért is került a mai Palotai útnak a nyugati felére ez a kis temető, és hát létesült ugye hozzá természetesen egy temetőkápolna is. Igazából lehet azt mondani, talán napjainkban már nem temetkeznek oda, esetleg családtagok, akiknek vannak ott őseik, de a 20. század második feléig nagyjából, amikor ugye a nagy köztemető megnyílt Fehérváron, és a történeti temetőket elkezdték lezárni, egészen addig temetkeztek itt. Tehát meglehetősen régi sírokat is találhatunk itt, 18. század végéről, 19. század elejéről, illetve rengeteg katonai hősi sír is van itt az első világháború időszakából. Tehát, hogyha vezetett séta van mondjuk ezen a környéken, akkor érdemes magát a temetőt és a kápolnát is megtekinteni. A hosszú temetőben van gyakran vezetett séta, hiszen nagyon sok neves székesfehérvári nyugszik ott, illetve érdemes még pár szót ejteni a Kálváriáról is, amely a Palotai úton található. Kezdjük a Kálváriával, és aztán majd rátérünk a hosszú temetőre is, hiszen hogyha a Rácz temetőtől haladunk ugye kifelé a város határ irányába, akkor ugye először a Kálvária soron megyünk végig. Ez a Kálvária eredetileg az Icsi-ligetben volt megtalálható, és aztán a Havranek cég újította fel, és városrendezési tervek folytán került végül is a mai Palotai útra. Havranekék nagyon szépen rendbe hozták, aztán néhány éve ugye Kocsis Balázs restaurálta ezeknek a stációknak a nagy részét, és ugye ma is tartanak itt rendszeresen körmeneteket természetesen, ugye nagy pénteken végigjárva ezeket a stációkat. És ez a Kálvária sor vezetett ki ugye a hosszú temetőbe, amely a városnak, ha nem is a legrégebbi, mert azért most már ezt újabb kutatások vitatják, de minden esetre az egyik legrégebbi és mindenképpen a legjelentősebb temetője, hiszen ahogy te is említetted, rengeteg városi méltóság nyugszik itt, iparos dinasztiák, teljes dinasztiák, építészcsaládok, kereskedők, számos városi tisztviselő, művészek. Tehát lehet azt mondani, hogy a fehérvári elitnek az egyik legfontosabb temetője, amelynek a kápolnáját 1872-ben Simor János, esztergomi érsek, egyébként székesfehérvári születésű alapítványa révén kezdték el építeni, és a 70-es évek közepén készült el. Az az archív fotó, amit sikerült róla megszerezni, 1875-ben készült. Itt még azért látszik, hogy a kápolnának a környéke nem volt annyira sűrűn beépítve. Ennek pedig az az oka, hogy ezt a területet elsősorban a díszsírhelyek számára tartották fenn, tehát a nevesebb családok létesíthettek, illetve vásárolhattak itt sírhelyet. Természetesen az egykori polgármesterek, főispánok, főszolgabírók esetében ezt a város állta, ezt az összeget. És ha már a séták is ugye szóba kerültek, Poklosi Péter, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke szokta ezeket a sétákat tartani, évi vagy évi kettő alkalom rendszerességgel. Én az őszi sétákon szoktam részt venni, amikor úgy hozza a sors, és ki tudok menni. Ezek rendkívül tartalmas és nagyon izgalmas séták. Úgyhogy, ha valaki szeretne hosszú temető történetével ismerkedni, illetve az ott nyugvó családokkal, akkor én nagyon jó szívvel ajánlom, hogy vegyen részt egy ilyen sétán. Kápolna kapcsán szabad majd beleszólni? Hogyne? Jó. Persze. Az egyik az, hogy említetted Simor Jánost, Fehérvár szülöttét, nem csak Fehérvár szülötte, hanem Ibi Miklós osztálytársa volt, és egy osztályba jártak végig, és az egymást követő napokon haltak meg 1891-ben, ez csak érdekesség. A másik, a tervezője pedig Hübner Nándor volt, a szintén egy fehérvári építész dinasztiának az első tagja. És a harmadik, amit mondani szeretnék, hogy amikor Prohászka Otokár, aki Hajdan, illetve Fehérvár püspöke volt, 1927-ben meghalt, akkor először őt itt temették el ennek a templomnak az altemplomában, és később, amikor az ő tiszteletére a Prohászka templom fölépült, akkor került oda.
ha már a visszacsatolásoknál tartunk, akkor Poklósi tanár úrra is vissza kell, hogy csatoljunk, hiszen azt is érdemes elmondani, hogy ő rengeteget dolgozott a sírok felújításán és megmentésén is a hosszú temetőben, tehát saját kezüleg is, és kis lelkes önkéntes csapattal, ami azért nagyon szép munka volt. És személyes jó tapasztalataim vannak erről. Egyszer-kétszer meg szoktam látogatni, mindig invitál, csak nem mindig tudok elmenni, és ott a fiúk ott dolgoznak, tartanak egy kis szünetet, akkor nápolyt, meg vizet isznak, és nagyon lelkesen működnek, és nekem a legjobb az volt, amikor az megkérdezte, tanár úr, ugye jövő héten is jöhetünk. Így van, tehát azért pedagógia. Ennek, így van, van pedagógiai értéke is. A temetőből azért menjünk vissza az életbe, és az életben is a Rácz utcában, hiszen beszéltünk a Rácz utca épületeinek történetéről, de van jelene is, sőt képeink is vannak ezzel kapcsolatban, hogy azért ott most is élet van, és gyönyörű. Tehát azzal a háttérrel, amit a palota városi lakótelep nyújt, sétálni a Rácz utcában szerintem egy igazi különlegesség. Most nézd, sétáljunk egyet akkor a Rácz utcában. Igen, hát ugye történelem kapcsán is szoktak különböző aranykorokat, meg virágkorokat emlegetni. Ha Rácz utcáról beszélünk, akkor én kettő ilyet tudnék kiemelni. Az egyik, amit Erzsike már említett, ugye ez az egy üzem, egy műemlék korszak, amikor tényleg volt gazdájuk ezeknek az épületeknek. Aztán ugye a rendszerváltás, illetve hát az üzemeknek a tönkre menetele, meg bezárása kapcsán ugye ezeknek a többsége magántulajdonba került. Tehát például a kisiparos emlékháznak a gyűjteménye is kiköltözött, innen ez is magántulajdonban van. Az emléktábla az még megtekinthető egyébként az épületen. Ez az egyik ilyen történet. Azok az épületek, amelyek magántulajdonban vannak, ugye nagy részt átalakultak, helyjel közzel jól. Jól rosszul, mondjuk így. Tehát, hogy azért lehetne vitatni. Hát ugye a Rácz utca 16-ot azt néhány éve húzták fel egy egykori földszintes kis hosszú háznak a helyén, hogy az mennyire illeszkedik az utca képbe, szerintem arról is tudnánk vitatkozni napestig. De van két nagyon fontos épület ennek az utcának, ugyanazon a környéken található meg. Az egyik a Fehérvári Kézművesek Egyesületének az épülete, az egykori Rácz kert söröző szomszédságában, ez közösségi célokat szolgál. Szent Színei Zsuzsát szerintem nem kell bemutatni senkinek, volt már neked is vendéged, közvetlenül előttem a beszélgetős műsorban. Ő az, aki ennek az egyesületnek és tulajdonképpen ennek a helyi kis közösségnek a legfontosabb motorja és az elnökasszonya. A másik pedig ilyen épület a Mesterségek háza, amely ugye jelen pillanatban is a Fejér megyei művelődési központ, ezen a néven egyetlen egy most már az országban égisze alatt működik, ahol kis mesterségekkel ismerkedhetnek meg a fiatalok, a gyerekek, illetve különböző egyesületek és civil szervezetek tartanak itt elsősorban hagyományőrző foglalkozásokat, hogy ismertessék meg a gyerekekkel a különböző néphagyományokat, népszokásokat, illetve a kismesterségekhez kötődő szakmai fogásokat. Ha szabad megint közbeszólnom, ez, amit most említettél, ez a Rácz utca 20-as szám, ez a déli oldalról, ha megyünk, akkor ez a bal, jobb oldalon az első épület, egy nagyon szép prés is van ott előtte, és ezt a házat például az Albarigia építőipari vállalat vette annak idején kezelésbe, ő újította föl, és adta át a művelődési központnak kézműves célra. A tervezője Zalka István és a felesége volt. És ezt azért említem meg, és azért jó, hogy ezt mondod, hogy igazából, amikor 1989-ben Székesfehérvár városa megkapta az Európa Nostra díjat, nem tudom pontosan idézni a szövegét, az van, hogy ezeknek az épületeknek a példás felújításáért és kell és kedvező hasznosításáért és a mesterségek bemutatásáért. Tehát én ezt valahogy egy ilyen fontos dolognak tartom, hogy ezt kéne szem előtt tartani, hogy mire használják ezeket az épületeket, és az, hogy egy-két lakóházot van, az nem baj, mert nem baj, hogyha este is ott vannak száradó gatyák, meg zoklik, úgyhogy hogy nem baj, hogyha van néhány lakás. De ez ne legyen ilyen lelkes fiataloknak a legkedvesebb lakóhelye, hanem ez igenis ez egy
valahogy a kézművességnek a központja legyen, és hogyha ott megrendezik évente egyszer a tűzzel, vassal fesztivált, akkor de az legyen, hogy a lakók morognak, hogy mit kalapálnak ezek itt az utcán ilyen hangosan. Tehát ezt valahogy szem előtt kéne tartani, és aki ebbe dönteni tud, és aki ezt valahogy irányítani tudja, és ha fontos a Fehérvárnak ez is, mint egy turisztikai célpontja, akkor ezt valahogy szem előtt kéne tartani. Nem bírom ki, hogy az utcának azt a részletét ne említsük, amelyeken járunk, mert ja, ugye az utca nem csak az épületekből jár, áll, hanem ott van maga az utca is, azok a kövek, kor hűek. Igen, nem akartam közbeszólni, az előbb mondtad, hogy olyan kellemes a Rácz utcában járni, nem, szörnyű a Rácz utcában járni. Nem korhűek, ennek egy története van, krimi. Annak idején itt olyan ilyen domború, egymáshoz idők során hozzá préselődött, homokkal beszórt út volt, mint ahol Fehérváron még több helyen látható, ebből a gránit aplit kőből. Tehát természetesen, ahogy jártak ott a szekerek, azok szépen összefésülődtek, és egy ilyen út volt. Na most azt gondoltuk annak idején, amikor már a házak már sinem voltak, hogy az útnak is nem térkő, meg beton, pogácsa, meg nem tudom mi kell, hanem ezt kéne visszahelyezni. És akkor még a honvédségnél eljártunk, hogy kiskatonák szedjék föl, aztán hozták ilyen tolószerszámot, gyűjtötték, és az épületek mögött, ott azon az üres részen, ott deponálták. De valahogy nem futott a pénz a kerítésre, úgyhogy egyik éjszakáról a másikra eltűnt az a domb. Az szerintem néhány környékbeli épületnek az alapozásában biztos bent van, és akkor itt volt a nagy kérdés, hogy akkor mi legyen. És továbbra is a műemléki hatósággal, Csutor Évával, meg a dr. Román Andrással azon tipróttunk, hogy mégis ide egy ilyen típusú kőburkolat kell, ilyen hasonló kőt, bár ott a Velencei-hegységben már bezártak ezek a bányák, de hát ha lehet még, vagy a Ráczhegyen, ez is Ráczhegy. Lehet még szerezni, és akkor valahogy szereztek követ, hát az igazából nagyon gömbölyű, nem volt elég szögletes, és akkor a kivitelező úgy döntött, hogy ennek a lerakását nem vállalja, így, hogy alapozás nélkül, és mindenféle tiltakozás, naplóbejegyzés ellenére 40 centi vastag aljzatbetont tett az út alá. Faltól falig. És amikor a BGTV, az egy ilyen gázfelügyelet, jött bemérni, hogy a gázvezeték hogy megy az utcán, kiderítették, hogy 40 centivel közelebb megy az egyik házsorhoz. Akkor ott végig fölvésték a 40 centi betont, arrébb tették a gázvezetéket, és visszabetonoztak. És amikor ez is megtörtént, akkor észrevették, hogy ez a magasság véletlenül az útszintet jelölték be betonszintnek, úgyhogy ekkor másképp, tehát magasabbra került az út, mint ahogy. Na most hiába csinálták meg ezt az általunk kért ilyen folyókás változatot. Ez cementtel van kitöltve, itt víz nem folyik el, úgyhogy nincs lehetőség, hogy a kövek összetömörödjenek egymáshoz. Úgyhogy ez egy kudarc. Én ezt borzasztónak tartom, és amikor végigmegyek, hát nem tűsarkóba, én lapos sarkóba, de majd kitöröm a bokámat. Elképzelem, hogy a babakocsikkal milyen jót lehet büfisztetni. Tehát... Valamire jó. Ezt, igen. Meg a vesekőre. Tehát ezt mindenféleképpen, ezt meg kéne változtatni. Nem kis pénz. De ha tényleg úgy az a cél, hogy ebből továbbra is fennmaradjon az, aminek ezt szánták, akkor valószínűleg ezt meg kell tenni. Nem tudom, vannak-e feljegyzések, mert erről nem beszéltünk, hogy ott lakók, akik ott éltek ezekben az épületekben régen, velük mi lett, és hogy emlékezünk-e rájuk, valakit ki tudunk-e emelni? Csikós Danica a Kadocsa utcába költözött, azóta meghalt szegényke. A másik, nagyon sokan már elmentek, a tulajdonosok és ilyen idős nénikék laktak még ott.
Az egyik, aki úgy eszembe jut, az, aki a 27-es számú házba lakott, az a Vinicai bácsi volt, aki nagyon-nagyon szomorú volt, mert amikor mentünk fölmérni, akkor ilyen szőlőlugasok voltak ott kifeszítve, lógott róla a szőlő, és róla tudom, hogy nagyon bánatos volt. A 25-ösben, amit aztán a köfén vett meg, és hát most ugye az Alkoánál van, meg átadták a Böjte Csaba gyerekeinek, az meg úgy Kovács János nagy gazda volt, és annak a hátsó részébe istálló volt, de nagy állatok, tehát tehenek, lovak részére, na most azt az istállót meghagytuk, és amikor a köfémeből egy vendégházat csinált, akkor a tárgyaló abból készült, abból az istállóból, úgyhogy meg a betonvájú megvan, abban virágokat ültettek. Nagyon szépen karban van tartva ez a terület. Nos, a következő témánk, ami eddig minden városrészben, akár a Víziváros, akár a Felsővárost néztük, téma volt, ez pedig az ipar, és a Palotaváros részén szintén beszélhetünk iparról. Talán majd a belvárosban gondolom, azért ott nem annyira az összejel. Ott is lesz. Tehát erre a városra, amire azt mondjuk, hogy mezőváros, azért mindig jellemző volt az ipar, gondolom elsősorban saját maga fenntartása érdekében. Nos, kezdjük akkor a Marco de Marco házzal. Kezdjük azzal. Nekem egyébként veszőparipám az ipar, most már azért néhány éve foglalkozom Fehérvár ipartörténetével. Ha szeretnétek más témát hallani, akkor hívjatok nyugodt a másik szakértőt. Én erről tudok beszélni leginkább, meg erről szeretek. Szerintem annyira érdekes Fehérvárnak, akár a kisipara, akár a középnagyipara, hogy rengeteget lehet róla beszélni. Marco de Marcót azért hoztam ide, mert egyrészt egy nagyon érdekes jelenség, az, hogy ő itt egy ilyen olasz család leszármazottjaként igazából mégiscsak magyar iparosként működött. Neki az egykori Horog utca 1-ben volt egyébként a háza, és ez a Horog utca 1 ez azért nagyon érdekes, mert a Palotaváros kapcsán még nem beszéltünk arról, de az utcahálózat az teljesen máshogy nézett ki, és ez a Horog utca 1 sem ott helyezkedett el, ahol ma elhelyezkedik, tehát nem a Horogház környékén volt ez a terület, hanem a mai Tolnai utcával volt eleinte párhuzamos, és aztán úgy kanyarodott be tulajdonképpen a Palotai úttal párhuzamosan. Tehát ezen a sarkon volt megtalálható ez a ház, és ez a Marco de Marco, amikor elhunyt, ha jól emlékszem, talán 70-es években, akkor úgy jelent meg róla egy gyászjelentés, hogy Marco de Marco Alajos néven futott, tehát volt neki azért egy ilyen magyar keresztneve is természetesen, és hát a család az magyarosodott egyértelműen, tehát ez nem is kérdés. Ugye ő betonnal, műkővel, cementtel foglalkozott, korabeli kőlapokat gyártott, tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a járólapoknak az elődjét azt ő készítette ezen a környéken, tehát ő inkább ilyen kő és cement kisiparos volt. És azért is hoztam el ezt a képet, mert erről lehet talán látni, hogy a kisiparosoknak a házai ezen a környéken nagyjából hogy is néztek ki. A következő iparral kapcsolatos épület, ez a Kovácsféle bőrgyár. Igen, ennek egy érdekes, ám de nem túl hosszú története van, hiszen Kovács Ferenc nevén viszonylag rövid ideig volt maga a bőrgyár. Működött egy sokkal régebbi, múltra visszatekintő bőrgyár is. Azért érdekes maga ez az üzem, hiszen alapvetően bár felső részgyártással foglalkozott, a másik üzemhez képest lényegesen más volt a termék kínálata, és van egy nagyon fontos emlék, ami egyébként megmaradt ennek a bőrgyárnak az időszakából, ez pedig maga a víztorony, amiben ugye a csatornából begyűjtött vizet tárolták, és aztán a későbbi koronadiszkontnak lett ez egy ilyen emblematikus kiegészítő építménye. Azt nem tudom megmondani, hogy pontosan mire használták, reklámfelületnek minden esetre nagyon jó volt, meg nagyon jó most is, de egy emblematikus építménye ennek a környéknek, és egyébként a városnak, meg a Palotavárosnak is. Az 1930-as években ez egyébként csődbe ment a gazdasági világválság idején, és aztán a Weiss és Thul féle bőrgyár vásárolta fel, ami innentől kezdve kettő területen működött. Annyira érdekes, hogy ezt a víztoronyt mondott, tehát ez is egy olyan építmény, ami mellett, környékén, alatta autóval gyalog, jövünk, megyünk, és nem nézünk fel.
Ezért mondtam, hogy ennek a műsornak mindenképpen van létjogosultsága, mert ilyenekre felhívja a figyelmet, és tehát mennyire ősi. Tehát milyen régen ott van már ezek szerint ez a víztorony is, aminek nyilván azon kívül, hogy most látjuk, azért biztos, hogy sok haszna is volt annak idején. Most tehát a bőrgyár volt a Kovács-féle bőrgyár, illetve a bőrgyár volt jellemző ezen a területen, és a bőrgyár épületében most, ami megmaradt, van valami? Ott most mi működik? Hát most ott a városgondnokságnak van egy ilyen csúnya szóval mondva kihelyezett tagozata, tulajdonképpen ott különböző gépeket és eszközöket tárolnak, illetve hál' Istennek azért ott az udvarban működik egy közösségi kert is. Fehérváron most már kezd el terjedni ez az életforma, hogy ugye panellakók, meg azok, akik társasházakban élnek, kis kerteket, pici parcellákat művelnek. Léleképítő kezdeményezés, mert ez nagyon jót tesz az embereknek. Abszolút, és közösségépítő, és én úgy gondolom, hogy kicsit kiszakadni ebből a panel környezetből. Hát maga az épület az sajnos meglehetősen leromlott állapotban van. Ugye korábban különböző kulturális és egyéb ilyen réteg célokra hasznosították, aztán amikor az önkormányzat egy ilyen kvázi raktárat csinált belőle, onnantól kezdve már azért leromlott meglehetősen az állapota. Nem tud egy ipari épület úgy leromlani, hogy ne legyen nagyon jó. Tehát arra, hogy fölújtsák, és az érdemeit megtartva valami pazar jó dolgot lehetne belőle csinálni. És én nagyon díjaztam azt, amikor egy időben a zöldék, nem sörgyári, hanem bőrgyári kapricsot rendezték ott, és nagyon jó programokat, és az illet ahhoz a retro területhez, ahhoz a falakhoz. Tehát az majdnem azt mondja, hogy értékén használták, és állítólag akkor valami nagyszabású terv lépett be a köztudatba, vagy valami agóra központot, vagy valami tudás központot csinálna, ami egy egészen gigantikus tervig eljutott, de abból nem lett aztán semmi, és most itt van tulajdonképpen használaton kívül. Pedig volt olyan terv is, hogy a Rácz utcát, mint ilyen turisztikai jelentőségű közösségi egységet, meg ezt a bőrgyárat összekapcsolni, és ettől egy élet lenne ott, és ez nagyon klassz dolog, és még van a bőrgyár. Tehát még mindig nem ment el ennek a lehetősége, úgyhogy én nagyon, ezt viszont talán meg fogom érni, úgyhogy hogy ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha ezt az értékén... Mai műsorban még annyi időnk maradt, hogy a Vágóhíd történetéről ejtsünk néhány szót, hiszen ehhez is vannak képeink. Felsőváros kapcsán nem hangzott el a tévéadásban, rádióadásban annak idén beszéltünk róla, hogy a Sörházmalom környékén működött egy vágóhíd a városban, de hát ez ugye egy belső városterület volt, és hát bizony ezt innen el kellett költöztetni, hiszen olyan szagokkal és zajokkal járt, amelyet hát nyilván az akkoriak sem tudtak már díjazni. Viszont ugye a mai Jancsár utca, különösen ott a körforgalom környéke, akkor még meglehetősen szélső területnek számított, egy kieső terület volt, nem volt annyira beépített, mint manapság, és ezért oda költöztették át, hiszen állítólag a széljárás is sokkal kedvezőbb volt arrafelé. Az 1870-es években, tehát itt létesült az új vágóhídja a városnak, és aztán már jóval később a 30-as években, talán 36-ban, de ezt Erzsike tudja pontosan megmondani, létesült ott az úgynevezett új közvágóhíd, ami egy emblematikus modernista épület volt egyébként. Hát aztán ennek a sorsa az sajnos elég szomorúan végződött, mert ugye számos alkalommal bővítették, de aztán ahogy a kereslet elkezdett csökkenni, illetve az a környék is beépült, úgy egyre kevésbé volt ugye helye ennek a vágóhídnak ezen a környéken, pedig például az igazgatósági épülete, meg a főépület az egyébként gyönyörű volt, tehát az technikatörténeti emlékként is nagyon szép lett volna, ha megmarad, most már csak archív fotókon, meg tervanyagokban ismerjük. Ha szabad két dolgot hozzászólnom ehhez, a széljárással kapcsolatban, hogy én 50 éves, jövőre lesz 50 éves fehérvári életutamból az első másfelet az akkori Münich lakótelepben, egy albérletben töltöttük, és ugye az viszonylag széljárás szempontjából közel van a Vágóhídhoz, hogy minden kedden ott olyan töpörtyű szag lenged végig, mert ilyen sült szalonna illat, úgyhogy valóban a széljárás.
A másik pedig az, hogy ez egy nagyon nagy fájdalom, hogy az az épület nem maradt meg, ugyanis nem vagyok nagy évszámszakértő, úgyhogy bármit mondok, ne higgyék el, de mondjuk 36-ban. Én is 36-ban emlékszem. Belét kapaszkodtam. Vártam a megerősítést. 36-ban is Rimanóczi Gyula építész vezetésével, és valószínűleg a Molnár Tibor meg a Schmidl Ferenc hozták be ezeket a jó Fehérvár, ezeket a jó fővárosi építészeket, és tervezett oda egy olyan csodálatos vágóhidat, Bauhaus stílusban, ami annak idején a Műszaki Egyetemen vetített képként, példamutatóként jelezték, sőt, olasz építészeti lapokban is megjelent. Tönkrement, és helyette most ott van a Jancsár Hotel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elszaladt az idő, Palotaváros történetéről ma ennyit tudtunk beszélgetni. Köszönöm vendégeinknek, Csutin és Fél Erzsébetnek és Váci Márknak. Tehát a Palotaváros történetét két hét múlva folytatjuk itt a Fehérvár Televízióban. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra!